Igazából megerősítettük a Nátszegi Országos Tanácsnak 105 nappal ezelőtti döntését, az azt jelenti, hogy egy választási pártban gondolkodunk, viszont ami kibővítése ennek a döntésünknek, az, hogy nyitunk a Híd párt felé, aki a múlt héten felvetette azt, hogy most már ők is érdeklődnének ilyen megoldásban. Azt azért látjuk, hogy nem volt mód végigvinni a koalíciót, ezt az ő országos tanácsuk elutasította. Az, hogy a tárgyalások újra kezdődhetnek, remény és lehetőség arra, hogy lehet egységes képviselet. Tehát akkor a legközelebb az MKP a Híddal ül le tárgyalni. Ez úgy gondolom, hogy a Híd felelőssége, tehát őnekik kell ezt a történetet tovább gondolniuk, illetve a meghívó félként megjelenni. Mi országos tanács markáns döntése értelmében úgy gondoljuk, hogy nyitunk, nem csak hogy nyitunk, hanem felelősséggel nyitunk az együttműködés felé, és ez egy választási pártban megvalósulhat. És akkor az MKP szólítja meg a Hidat, vagy a MKP vár arra, hogy a Híd megszólítsa MKP-t? Hogy úgy gondolom, hogy a mi nyilatkozatunk, amelyet ma a sajtónak kiküldünk, az olvasható lesz bárki számára, és aki ezt szeretné meghallani, akinek füle van rá, meg is hallja.